Megérkezett a tavasz, úgyhogy ideje, hogy kikeveredjünk a téli melankóliából és megelőzzük a tavaszi fáradtságot. Éppen ezért ma három egészséges, banánmentes, energetizáló smoothie recepttel készültem nektek. Sziasztok, üdvözöllek benneteket ismét, ha pedig még nem ismernénk egymást, akkor szia, én Melinda vagyok, üdvözöllek a csatornámon, ahol nagyon sok gyorsan és könnyen elkészíthető receptet, illetve a mindennapokhoz hasznos tippet találsz. Talán most az átlagosnál is nagyobb szükségünk van az energetizáló, immunerősítő ételekre és italokra, hogy feltöltsük a vitamin és ásványi anyag raktárainkat, amik télen lemerülhettek, és sokkal energikusabban kezdhessük el itt a tavaszi időszakot. Azonban nem csak a testünkre, hanem a lelkünkre is nagy hatással van az, hogy mit eszünk, ugyanis hogyha az éhségünket csak mindenféle cukrozott, túlfinomított ételekkel próbáljuk csillapítani, akkor nem kapja meg a testünk a megfelelő minőségi tápanyagot, így mindig éhesnek érezhetjük magunkat, és a lelkünkre is ez rossz hatással lehet. Én magamon is megfigyeltem, hogyha vannak olyan napok, hogy nem eszem elég jól, ami azt jelenti, hogy kevés zöldséget és gyümölcsöt eszek, viszont cserébe mondjuk finomított pékáru, tészta, zsíros, cukros étel kerül bele az étrendembe, akár már délutánra is sokkal fáradékonyabb leszek, és akár még a következő napra is kihat. Tehát én sem eszek, én sem tudok minden nap odafigyelni pontosan arra, hogy mit eszek. Nekem is van, hogy kicsit összecsúszik a nap, tehát hogyha nektek is van ilyen, akkor nem kell ezzel különösebben foglalkozni. Viszont fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy mi okozhatja azt, hogy mondjuk csökken az energiánk, nincsen jó kedvünk. Ugye most azért eléggé felborult mindenkinek a napi rutinja, tehát ugye lehet ez az oka, hogy nem eszünk egészségesen, vagy akár nem alszunk eleget, de ameddig tudatában vagyunk annak, hogy mi okozhatja ezt az energiahiányt, addig ugye tudunk ezen korrigálni. Ez a tudatosság azért is fontos, mert hogyha nem vagyunk jól, nincsen energiánk, akkor sokkal kevésbé vagyunk lelkesek az irányába, hogy mondjuk a konyhába készítsünk magunknak valami egészséges tápláló ételt, hamarabb nyúlunk mondjuk valami édesség iránt, és ugye ez egy ilyen negatív spirált indít el. De természetesen ennek az ellentétje is működik, hogyha jól eszünk, akkor lelkesebbek leszünk, több lesz az energiánk, és szívesebben készítünk magunknak valami finom ételt. Egész évben nagyon fontos, hogy odafigyeljünk az étkezésre, de talán ez a mostani időszak még inkább kiemelt, leginkább azért, mert ugye nem csak magunkról, hanem ugye az otthon lévő gyerkőcökről is gondoskodni kell, egésznapos ellátásukat meg kell oldani, ugye 10 órai ebéd szempontjából is, tehát ugye nekik sem mindegy, hogy milyen az energiaszintjük, hogyan ülnek le reggelente a számítógép elé otthonról tanulni. Hogy ezek a smoothie receptek felpörgetik a szervezetünket, energiát adnak, úgyhogy a gyerkőcöknek is nyugodtan 10 óraira is adhatjátok ezeket. Ami még egy extra dolog lesz ebbe a három smoothie-ba, hogy nem fogok használni hozzá banánt, tehát hogy nem szeretitek a banánnak az ízét, vagy pedig a magas cukortartalma miatt szeretnétek elkerülni, hogy beletegyétek a smoothie-ba, ezeket a recepteket nyugodtan készíthetitek. De kezdjünk is hozzá most rögtön az első, epres áfonyás vörösbásos smoothie-nak. Ehhez a smoothiehoz két szuperfoodot fogok használni. Az első a goji bogyó lesz, ez Kínában az örök fiatalság forrásaként tartják számon, ugyanis nagyon magas az antioxidáns szintje, nagyon gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban, segíti az energiatermelést, illetve méregtelenít. De maga a goji bogyó az önmagában elég kemény, tehát így nem annyira finom fogyasztani, édes alapvetően, de van egy nagyon pici mellékíze, hogy felhasználás előtt érdemes mindig beáztatni, és mondjuk akár zapkásához hozzátenni, vagy smoothie-ba beletenni, és úgy elfogyasztani, és élvezni a jótékony hatását. Egyébként, hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen jótékony hatásai vannak a goji bogyónak, akkor majd belinkelem a blogomnak a linkjét, ugyanis erről találtok egy elég hosszú cikket, hogy miért érdemes ezt rendszeresen fogyasztani. A másik superfood pedig a chia mag lesz, ugye azon túl, hogy ez is tele van vitaminnel és ásványi anyaggal, omega-3 zsírsavat is tartalmaz, ami nagyon fontos az idegrendszeri, illetve az agyi működéshez. A chia magot azért is választottam a jótékony hatásain túl ehhez a recepthez, ugyanis ez fogja megadni magát a krémességét a smoothie-nak, ehhez viszont be kell áztatni az chia magot, kb. 15 percre, hogy egy chia zselét kapjunk, úgyhogy ez lesz az első lépés, amit most meg fogunk tenni. Egy tálba beleteszek két evőkanál chia magot, felöntöm annyi szűrt vízzel, hogy ellepje, és félreteszem kb. 15 percre, hogy megszívja magát a chia mag, és egy zselés állagú gélt kapjunk. Közben elkészítem a zöld teát, amihez egy teáskanál tealevelet felöntök 80 fokos vízzel, 3 percig áztatom, majd leszűröm,
és ráöntöm a főzetet a gocsibogyóra, majd ezeket is félreteszem, és megvárom, hogy teljesen kihűljön, és a gocsibogyó is megpuhuljon. Az előkészületek után jöhet a smoothie összeállítása. A turmixba beleteszem a félig kiolvasztott áfonyát, az epret, hozzáadom a datóját, a csiagét, majd felöntöm a zöld teás gocsibogyóval és a maradék zöld teával. 2 perc alatt krémesre turmixolom, és már el is készültünk a vörös bársony smoothie-val. A második egy zöld smoothie lesz, ami a színe ellenére nagyon finom lesz, nagyon frissítő, és egy csipetnyi karácsonyi hangulat is lesz benne, ugyanis narancshéjat fogunk még beletenni a rozmarin mellett. Ugye a rozmarin az nem csak az ételekbe, de az italokba is nagyon jó használható, nagyon könnyű a termesztése, tehát akár a teraszon, akár hogyha van kertetek, rozmarin bokrot nyugodtan kitehettek, fagytűrő, így télen és bármikor friss rozmarin levélhez juthattok. És én is most ezt a pár szálat innen a kertemből hoztam be. Ugye, nagyon gyakran használják akár felső légúti megbetegedések esetén a rozmaringot, keringésjavító hatása van, gyulladás csökkentő, tehát akár teának is el lehet készíteni a téli megfázásos időszakban, úgyhogy ezért kerül bele a rozmaring most ebbe az energetizáló smoothie-ba. Magáról a zöld színről a bébispenót fog nekünk gondoskodni, hogy a bébispenótnak, illetve ezeknek a zöld leveleknek rengeteg jótékony hatása van, nagyon öngazdagú vitaminokba, ásványi anyagokba, hogy ezekből érdemes lenne minden nap legalább 2-3 maréknyit fogyasztani, úgyhogy így smoothie-ba beletéve ez kb. Egy 2 maréknyi adag lesz, már tudunk gondoskodni a napi friss zöldlevélnek a beviteléről. Ha még többet szeretnétek tudni, hogy milyen jótékony hatásai vannak a spenótnak, akkor majd a leírásba beteszem a linket a blogomhoz, ahol részletesen el tudjátok ezt olvasni. Ennek a smoothie-nek a krémességéről az avokádó fog gondoskodni, mivel szeretném a zsírtartalmát, illetve a kalóriatartalmát alacsonyan tartani ennek a smoothie-nak is, éppen ezért csak egy negyedet fogok belőle beletenni. A turmixba beleteszem a félig kiolvasztott ananászt, megy rá a bébispenót és az avokádó. Hozzáteszem a friss rozmarin leveleket, és felleszedem a bionarancsnak a héját. A narancsot kettévágom, kifacsarom a levét, és beleöntöm a turmixba. A narancslé mennyiségének függvényébe adok még hozzá szűrt vizet, és alaposan összeturmixolom. Mehet a pohárba, és egy rozmaringággal díszítve tálalom. Az utolsó smoothie egy egzotikus mangós smoothie lesz, ami garantáltan felpörget mindenkit, ugyanis egy csipetnyi cayenneborsot fogunk beletenni. Természetesen, hogyha gyerkőznek készítitek, akkor ezt hagyjátok ki, de hogyha saját magatoknak, akkor én mindenképpen javaslom, hogy tegyetek ezzel egy próbát, ugyanis nagyon szuperül felpörgeti az egész szervezetünket. A cayenneborsa ez tulajdonképpen egy paprikaféle, tehát csípős, viszont hogyha kis mennyiségben használjuk, mint ahogy most fogjuk tenni a smoothie-ba, akkor egy nagyon finom, egzotikus ízt fog az egész smoothie-nak kölcsönözni. A cayenneborsa jól kezeli a gyengeséget, az erőtlenséget, betegség esetén segít a szervezetnek visszaállni, energetizál, erősíti az immunrendszer, úgyhogy ebben az időszakban mindenképpen érdemes akár ételekbe, akár pedig így az italokba belekeverni. A másik, talán kevésbé ismert alapanyagunk az a hántolt kendermag lesz. Természetesen ez nem összetévesztendő a vadkenderrel, a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz. Ennek a hántolt kendernek a fogyasztása viszont nagyon javasolt, akár reggeli műzlibe, granulába beletéve, zapkásához hozzákeverve, ugyanis azon túl, hogy tele van nagyon sok ásványi anyaggal, illetve vitaminnal, omega 3, illetve omega 6 zsírsavat is tartalmaz, nagyon értékes fehérjék vannak benne, illetve az emésztésünk is nagyon jó hatással van. A turmixba beleteszem a félig kiolvasztott mangót, megy hozzá a beáztatott gocsibogyó, kendermag, cayenneborsa. Hozzávacsarom egy fél lime-nak a levét, és felöntöm préselt almalivel, valamint szűrt vízzel. Alaposan összeturmixolom, és már készen is vagyunk. Pohárba töltöm, és egy karika lime-ot teszek még a tetejére. Remélem, hogy ki fogjátok próbálni mind a 3 smoothie-t, majd kommentbe írjátok meg, hogy a 3 közül melyik ízlett a legjobban, illetve hogyha készítetek róla fotót is feltöltitek Instagramra, akkor jelöljetek meg rajta, mint Smart a blog, mert mindig örülök ezeknek a képeknek. Ha pedig még több smoothie receptre vagytok kíváncsiak, akkor kattintsatok a felső lejátszási listára, ha pedig inkább tavaszi receptek jönnének jól, akkor az alsó videóra kattintsatok. Köszönöm, hogy itt voltatok ma velem, találkozunk hamarosan, sziasztok!